Június közepéig felfüggesztik a börtönzsúfoltság miatt megítélt kártalanítások kifizetését, erről döntött a parlament. A Jobbik a Fidesszel szavazott. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke szerint a korábbi kommunikációval ellentétben minden jogszerűen megítélt kártérítést ki fognak fizetni az érintetteknek. Én a leghatározottabban szeretnék föllépni ezzel a börtönbizniszzel szemben. Elfogadhatatlan, hogy bűnözők az adófizetők pénzéből kártérítéseket kapnak a fogvatartás körülményei miatt. Ezt az elmúlt hetekben többször is elmondta a miniszterelnök, aki jogszabályváltozást ígért. Kérem, most szavazzanak! Az országgyűlés 139 igen, 2 nem és 4 tartózkodással el is fogadta, hogy június 15-éig felfüggesztik a kártérítések kifizetését, május közepéig pedig a nemzeti konzultáció lezárultával új jogszabályt alkotnak. Az elfogadott törvény szerint szeptember végéig megszüntetik a zsúfoltságot a hazai börtönökben. Politikai termék. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke szerint a kormány maximum a kártérítés nagyságán tud majd módosítani, ugyanis az európai egyezmények alapján nem lehet megtagadni a jogszerű kártérítések kifizetését. Amit a régi törvény alapján megítéltek, az ki kell fizetni. Tehát én azt hiszem, hogy itt egy picit a rend helyre állt a korábbi kommunikációval szemben. Az ellenzék szerint most azt a törvényt változtatta meg a Fidesz, amelyet 2016-ban Trócsányi László jegyzett és Gulyás Gergely nyújtott be. Most, mintha nem ők hozták volna ezeket a törvényeket, mintha nem ők tehetnének erről, most fölháborodnak ezen, és elkezdik módosítani. Hát mi ebben a kutyakomédiában nem fogunk részt venni. És az elég szánalmas azért a kormányzás 10. évében, hogy már egy gyűlöletkampány, gyűlöletpropagandát is a saját hibáikra és a saját mulasztásaikra építenek föl. A Jobbik vezérszónoka a szavazás előtt még bírálta a kormányt. Azt mondták, ez a törvényjavaslat is a propaganda része. Mire jó ez? Hát ez egy megint a kész átverés show-nak a része, amit a Fidesz-KDNP, az Orbán kormány folyamatosan, én már 10 éve ebbe tartja Magyarországot. Aztán egy bő órával később 18 jobbikos képviselő a Fidesz-szel együtt megszavazta a törvényt. Kérdésünkre, hogy miért voksoltak igennel, azt írták, nem a Jobbik álláspontja változott meg, hanem a Fideszé, hiszen 4 éve ők szavazták meg a börtönbizniszt lehetővé tevő törvényt, amit egyedül a Jobbik utasított el. Ráadásul a Jobbik támogatja az új börtönök építését. A baloldal ismét a bűnözők és a Soros hálózat oldalán állt. Sem Gyurcsányék, sem a szocialisták, sem a párbeszédesek nem szavazták meg a kártalanítások kifizetésének felfüggesztését. A Fidesz szerint számítani kell rá, hogy a javaslat elfogadása miatt külföldről ismét támadni fogják az országot.